Süli János, a Paksi Atomerőmű korábbi vezérigazgatója két hónap találgatás után szavaival élve szint vallott, és bejelentette, indul az őszi önkormányzati választásokon is ringbe száll Paksváros polgármesteri székéért. Pillanatnyilag van jelölő szervezetem, vagy a Kereszténydemokrata Néppárt, illetve a Néppárt, tehát ez a két előszervezet van mögöttem, illetve hát bízom benne sok paksi polgár, aztán bízom is, hogy a jelölő szervezetek végig ki tudnak mögöttem állni. Süli János nevét először Paksi jelenlegi polgármestere Hajdú János vetette fel, aki a Paksi Kistérségi Televízió áprilisi közéleti magazinjában elmondta, alkalmasnak találná a város irányítására Süli Jánost. Bagdi László, a Kereszténydemokrata Néppárt helyi elnöke pár nappal később úgy nyilatkozott, a Fidesz helyi szervezetének és Hirt Ferenc országgyűlési képviselőnek eljuttatott levelükben javasolták a Fidesz-KDNP közös polgármester jelöltjének az atomerőmű korábbi vezérigazgatóját, a Madocsa és Vidékek Kisgazda Polgári Egyesület elnökét. Nem támogatják Süli János polgármester jelöltségét, reagált akkor a polgármester és a KDNP elnök felvetésére a Paks Tamási körzet országgyűlési képviselője. Hirt Ferenc elmondta, betartják az eddig szokásos menetrendet, és az uniós választást követően közgyűlésen döntenek a Fidesz polgármester jelöltjéről. A képviselő leszögezte, az ülésen Kozman Györgyöt fogják javasolni a posztra. Süli János hangsúlyozta, nem a Fidesz ellenében indul, majd hozzátette, polgármesterként hasznosítani tudná az atomerőműben szerzett irányítási, vezetési tapasztalatait is. Az a szakértelem vagy kapcsolati tőke, ami alapvetően jellemezte az én munkámat, megmaradt. Rólam azt eljette, hogy mindenkivel együtt tudok működni, mindenkit tudott integrálni. Ebbe az elmúlt 4 évben úgy néz ki, hogy beleesett egy valami bogár, amiből nem jöttem jó ki, de azt gondolom, hogy a kollégák, munkatársak és a városban dolgozó, akár melyik beosztást tekintem, tehát akár hivatali személyzetet, oktatásra, kultúrával foglalkozókat, a jó kapcsolatom megmaradt, tehát ez nem befolyásolta negatív értelemben, tehát tulajdonképpen a nulla állapot megmaradt, és csak együtt kéne dolgoznom a város fejlődésért.